Hungary has more than 20 historic wine regions. Regions that couldn't be more varied. Travel only a few dozen kilometers and one will find a completely different microclimate, soil or mineral base. In the northern Trans-Danubia region, we find a broad spectrum of Hungary's wines, from a full-bodied Kékfrankos to a light, sparkling wine. Úgy gondolom, hogy Magyarországon a pannonhalmi bencéseknek van a legnagyobb múltra visszatekintő saját szőlészeti és borászati hagyományuk. 2000-ben, 2001-ben vásárolt vissza a rend 52 hektárnyi területet a korábbi apátsági területekből, és 2003-tól kezdve egy vadonatúj épület együttesben a legmodernebb technológiákkal felszerelve, kiegészülve működik tovább is. Egy kis megszakítást követően az 1000 éves apátsági szőlőtermesztés és borkészítés. Mivel ez egy északi vonulat, ugye Sopron, Pannon, Alma, Mór, Neszmélyi borvidék és a Etyek-Budai borvidék, gyakorlatilag a Duna közelsége nagyon sokban meghatározza ezeknek a boroknak a minőségét. A fény visszaverő párásító hatása még erre rásegít, tehát egészen kiváló klimatikus viszonyokat teremt a borkészítés számára, dinamikusan fejlődik az ültetvény szerkezete. És a legnagyobb meglepetésünkre az egyik borunk, a cserszegi fűszeres, a Light Challenge-en az éjfehér borává választották. Bornak nagyon különleges fekvése van, tehát a magyarországi borvidékek között az egyik legelkülönültebb, legértekesebb. A talaj a lösz, és ezen a meredek lejtőkön, amiket egész nap süt a nap, gyönyörűen terem, besárgul a Móri ezerjó, amit ha kellő odafigyeléssel, jó szakmai tudással kezelünk, kiváló borokat tudunk belőle készíteni. Mi fehérboros borvidék vagyunk, Etyek-Budai borvidék budai régiójában. Régen ezt a borvidéket, amikor még csak ugye Etyeke leszűkítették, akkor pezsgő alapbortermő borvidéknek nevezték. Pontosan amiatt, mert egy pezsgő alapbornak nagyon fontos, hogy magas savtartalommal rendelkezzen. Viszont ezáltal nagyon szép illatzamatanyagokat is tudunk tehát átvinni, természetesen ez technológia és fajta függvénye a borokba. What makes Sopron special? I think we can do Codarco, Kékfrankos, Zweigelt, whatever. But you have to show, I think, to people also that it's warm here. And you can also do a Cabernet perfectly or a Merlot, Shiraz. She's always coming more and more. Kékfrankos was always the predominant variety in Sopron. And then there were also two white varieties. Which is Sharka Muscat and Furmint. And I think from these things we all know already which worked maybe for a long time in the region. And I also think this will work in the future. Mi a titka a nagy bornak, ugye? Hát az, hogy nagyon-nagyon köves talajról szüretelünk mindenhol, hogy teljesen csillámpalás, 100% köves talajról. Csak öreg területeink vannak, az azt jelenti, hogy minimum 40 éves tőkékről születelünk. De vannak 80-100 éves tőkék is,